Közös előválasztásokat szervez Marosvásárhely polgármester jelöltjének a kiválasztására az RMDS, a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt. Erről ma egy szándéknyilatkozatot is aláírtak. Brassai Zsombor, Portik Vilmos és Kis István látják el kézjegyükkel a szándéknyilatkozatot. Ennek értelmében Marosvásárhely magyar polgármester jelöltjének kiválasztására pártól független közös előválasztásokat szerveznek, és mind a három alakulat hozzájárul majd a szavazási procedúra lebonyolításához. Egyértelművé szeretnénk tenni Marosvásárhely magyarsága előtt, hogy komolyan gondoljuk a felelősségünket, és politikai érdekeinket, politikai hiúságunkat alávetve ennek az ügynek, illetőleg az ügy mellé rendelve, meghirdetjük az előválasztást. A tét egyértelmű, a megyeszékely polgármester jelöltjének a kiválasztása, amely képes visszanyerni a városvezetői széket. 2016-ra bölcsebbek lettünk, és remélem, hogy egy olyan példát tud mutatni Marosvásárhely magyar lakossága az előválasztások megszervezése során, ami közeljövőben alkalmazható lesz minden olyan Maros megyei településen, ahol nyerési esélyeinket növelni tudjuk a helyhatósági választásokon. Az együttműködés kapcsán sajtókérdésre válaszolva Portik Vilmos elmondta, bár nem hivatalosították a döntést, a három szervezet kötelességének kell tekintse a későbbi együttműködést a városi tanácsosi lista összeállításában is. Akkor tud erős polgármester erőtté válni, hogyha a csapat mögötte szintén egységes. Én magam is nehezen tudnék elképzelni egy olyan helyzetet, ahol versenyhelyzet alakul ki a tanácsosi listák között, de egyelőre nem foglalkoztunk ennek a dolognak a formalizálásával. A mai indított előválasztásokon minden 18 évnél idősebb marosvásárhelyi lakhelyen rendelkező magyar személy részt vehet.